Két hét szünet után folytatódik a bajnokság a férfi kosárlabda NB1-B piros csoportjában. Pontosabban egy új bajnokság kezdődik, mivel a szakemberek szerint a rájátszás teljesen más műfaj, mint az alapszakasz. A Nyíregyháza Blue Sharks harmadik másodosztályi szezonjában is bejutott a felsőházi rájátszásba, ahol az előző két évvel ellentétben sikerrel akarják venni az első kört a cápák. A csapat ennek szellemében készült az elmúlt napokban. Valóban egy új bajnokság, és alapvetően ez a pont az íre, és az egész éves teljesítményt egy rájátszás meg tudja határozni természetesen, ami lehet, hogy nem jó, de izgalmas mérkőzések lesznek ezek, és úgy gondolom, hogy mindenféleképpen extra rájátszást játszani, és örülök neki, hogy eljutottunk újra a rájátszásig, és nagyon várom természetesen ezeket a mérkőzéseket. Ebben a két hétben megpróbáltunk 100%-osan felkészülni a BKG-ból, próbáltunk egy picit pihenni is, és alapozni is, ez nem volt egyszerű, hiszen közben egyetemi mérkőzések is voltak a srácoknak, de azt hiszem, hogy mindenki tudja, hogy milyen súllyal vágunk neki ennek a rájátszásnak, és úgy gondolom, hogy mindenki azért dolgozott egész évben, hogy ezt az első kört hazai pályán tudjuk elkezdeni, és azt hiszem, hogy ezt ki is kell használnunk. Az alapszakasz negyedik helyen záró kékcápák mögött a BKG Prima Ese végzett az ötödik helyen. Ősszel 3 ponttal a pénteki vendégek nyertek, amiért 10 pontos hazai győzelemmel vágtak vissza a nyíregyháziak. A Szigetszentmiklósi csapat szakmai stábja is több játékosa is debreceni kötődésű, így a mérkőzésen a tét mellett a presztízs is szerepet játszik majd. Olyan játékosok szerepelnek a csapatban, akikkel annak idején a korosztályos küzdelmeket is megvívtuk, akár U16 vagy U18-as korosztályról beszélünk, tehát van múltja ennek a társaságnak, még ha a csapatnevek nem is ezt sugallják, valamint nagyon szervezett és jó játékot játszanak, szépen felkészülnek ők is, szépen össze van rakva a támadó játékuk is, a védekezésük is, és úgy gondolom, hogy mindenféleképpen nehéz ellenfél, ráadásul a magyar játékosokon túl egy nagyon jó amerikai játékosuk van, aki 3-as-4-es poszton is bevethető, és éppen ezért egy picit érdekes ellene készülni és ellene játszani. Meg kell találnunk azt, hogy hogyan tudjuk őt is megállítani, hiszen az alapszakasz hazai mérkőzésen azt hiszem, hogy magabiztosan győztünk, ennek ellenére, és nem is védekeztünk rajta rosszul, ennek ellenére ő 20 pont fölött tudott dobni, és ez azért elég sok, valahogyan ezt vissza kell szorítanunk. A Nyíregyháza Blue Sharks BKG Prima Ese mérkőzés pénteken 16 óra 30-kor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsey Televízió nézői pedig vasárnap 21 órától láthatják a találkozót. A negyeddöntő további párosítása a következő: Oroszlány Budapesti Honvéd, MAFC Vasas Akadémia és Veszprém PVSK.